Mint 14 esztendeje minden év szeptemberében, idén is méltóságteljes ünnepi hangulatban kezdődött a katolikus templomban a Székely Menekültek Emléknapja. A szentmisét hagyományosan ezúttal is székelyföldi lelkipásztor mutatta be. Mazai Tihamér, a fiatal gyimesbükki segédlelkész, olyan örök emberi értékekről szólt, mint a szeretet, a jóság, Isten és ember kapcsolata, harmónia, felelősségvállalás. Jó csak a szívében lát az ember, mert ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Hallottad? Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Magasné ki, Exupéry kis herceg művének ez egy híres mondata. És ezt ismétlem ma én is, neked szeretett testvérem, ezt ismétlem önmagamnak, mindannyiunknak, akik a pró és kontra történések végkeringésében élni kívánjuk a szív tisztán látását. Ismételni és élni vágyom gyakran ennek a kis hercegnek a hozzáintézett mondatát. Tudjátok miért? Mert társadalmi múltunk és múltatok sokszínűsége némasága ítélte a szív igazság érzeti hangját és vakságra az Isten szemlélni tudó látás. Ezért van az, hogy ma már az Isten hiányos világ küszöbén állunk, katolikus hitünk, keresztény erkölcseink, nemzeti hovátartozásunk miatt mi megfenyítve és gyalázva, de nem megsemmisítve. Azért írva mai nap ünnepét itt, ebben a sokak részéről az életet tisztelő és múltat nem feledő közösségben a mai ünnepnek a sok rétűségét, mert feleleveníteni és tapasztalni akarjuk a visszaemlékezést, amikor Isten már a teremtés történetben méltóságot adott az embernek, melyet tisztelnünk, értékelnünk és továbbadnunk szent kötelességünk. Jelen konzum társadalom nem akkor és ott romlott meg emberi méltóságában, amikor mi otthon Székelyföldön a himnusz félve vagy rejtekben kellett énekelni, vagy a szentmisét akár itt is a méltóság lehetőségének a gondolatával kellett hallgatni, nem ott romlott meg az emberi méltóság. Mert az itt bent, a szívben élő, örök időn át, amit senki és senki nem vehet el tőlünk, és ez a szentnek láthatatlan. Emberi méltóságunk akkor is ott romlott meg, amikor ezek a méltóságot adó érzések tartalom nélkül maradtak. Amikor a szem már nem felvele szereződött a teremtő Isten felé, mint valamikor az apostoloknak a mennybe menetelkor, hanem valahol elakadott a különböző felépítettségi gondolatvilágunkban, szavainkkal és furcsa tetteinkkel az élet. Istentől és Istentől kapott méltóságunk akkor vált törékenyé emberek, amikor az édenkert gyümölcse gyönyörködtette a két emberpár. Amikor Ábelnek a vére felkiáltotta a gyilkos Káin testének megsemmisítő voltától. Akkor romlott meg, és akkor vált törékenyé, amikor elkezdődött a menekülés a szégyen érzettől Istennek a színe előtt. És nem csak a szégyen érzett dominál, hanem az irigység, a gőg, a felfogalkodott lélek. És ez ma sem tetsző Istennek. És a világ attól a pillanattól kezdve folyamatosan szenved a hangos káini felkiáltástól, attól a groteszk mondattól, netán, őrzője vagyok én testvérnek? Hát igen, őrzője vagy testvéreknek. Ha egymást nem őrizzük, nézzetek szét a világban és látni fogjátok, minden széthull, minden élettelenné válik és minden elpusztul, mert a felszínesség az nem éltet. A soha nem fog éltetni, az csak meghosszabbítja a megbetegedett világnak az életét. Adjuk meg magunknak az egységnek a lehetőségét.
Adjuk meg, és adjuk vissza a világnak közösen az Isten áldott a harmóniát, az ember iránti tiszteletet és az Isten imádást. Ameddig az ember nem fog ismételve lerorulni teremtője Istene fölséges színe előtt, addig a múlt sebeitől a világ csak szenvedni fog, a jelen betegké fog válni, és a jövő pedig Isten tudja, Isten a tudója, hogy miként fog belénk születni. Tihamér atya fiatal lelkipásztor, mint oly sokan mások, ő is csak most ismerkedett meg a 108 évvel ezelőtti történettel. Ezt, ami itt ma történt köztünk és velünk és velem, ez egy teljesen új. Nem volt számomra vagy részemre hasonló esemény vagy történés, ugyanis én egy hosszabb, szinte évtizedes ismeretség után lettem felkérve Juhász Imre, a helyi plébános úr részéről, hogy tartsam meg ezt az ünnepet. Már amikor papá szenteltek, voltam kérve, nem tudtam eljönni, viszont most így 2 év távlatából meg tudtam tenni. Kézbe vettem József úrnak, Buczko József úrnak a könyveit, és azt olvastam át, és abból tanultam meg a hajdunánás és a mi történetünket. Lévén székely ember vagyok, székely gyermek vagyok, hazafi gyermek vagyok, és teljesen új volt. Nem tudtam, hogy a történelmünkben ez is jelen volt. És így a tegnap, ahogy végig beszélgettük az eseményeket, vagy felidéztük az eseményeket, úgy nagyon mélyen érintett, hogy az őseim valamikor itt, ebben a templomban és ennél az oltárnál könyörögtek és kérték Istent. Én azt gondolom, hogy ma, amit történt, az egy állandó, egy örök emlék maradt számomra, és hiszem azt, hogy ők onnan fentről, az őseim, hálásak értem, ezért a közösségért és azokért az emberekért, akik próbálják éltetni és fenntartani ezt az egész ünnepet, mert ezt ünnepnek nevezzük, ahol együtt zeng a mennyország és a föld. Mint Buczko József elmondta, van némi hasonlóság a 108 évvel ezelőtti papi szolgálat és Tihamér atya szolgálata között. Majlák püspök úr akkor egy ugyancsak nagyon fiatal, ahogy akkor mondták, áldozár kispapot, tehát egy ilyen kis helyettes lelkipásztort, kisegítő lelkipásztort rendelt, és akkor az ő lendülete, fiatalsága, elkötelezettsége, hite, stb. Segítette az ittenieket a megmaradásban, illetve a visszatelepülésben. Na hát egy picit az ő személyével ezt szerettük volna megidézni. Amikor mi arra gondoltunk, hogy egy fiatal, egy pályakezdő lelkipásztort hívunk meg itteni szolgálatra, ami neki is nagyon nagy kihívás, hiszen azért még a saját egyházközségében is még csak keresi a helyét, hát ugye kilépni az ország határain kívülre, eljönni 7-800 kilométert, és egy számára azért mégiscsak egy ismeretlen közönség előtt megszólalni, ez bizonyára nem kicsi kihívás. De tekintettel arra, hogy az a fiatalos lendület, amit ő még most, mint tüzet, mint hevületet ugye őriz magában, ez azért azt gondolja, a Szent Misén is átjött, és nem is véletlen egyébként, hogy a érsek úr, amikor a felszentelt kispapokat kirendelte a szolgálati helyükre, akkor neki azt mondta például, hogy fiam, azért rendellek, azért helyezlek Gyimesbükre, hogy új szint vigyél abba a gyülekezetbe. Hát azt gondolom, hogy ide is elhozta ezt az új szint. Napjaink felfordult, fájdalmakkal, bánattal terhelt világában szintén vannak menekültek, bőven segítségre szorulók is. Nagyon sok nélkülöző ember van, nagyon sok rászoruló és segélyt kiáltó hívó ember van. Igen, ha körbenézünk a világunkban, nagyon nehéz. Nagyon sok problémával küzdünk. Szeretet nélkül a világ halott. Egyértelműen ez nem ember találta ki, ezt Jézus Krisztus mondja. A szeretet az egyik legfőbb parancs. De én azt gondolom, hogy kicsit elprofanizálódott ez a szeretet fogalma. Ahhoz, hogy megértsük a szeretetnek a fogalmát, mint olyant, mint üzenet jellegét, az kicsit átvitt értelemben meg kell piszkálni, kell vele foglalkoznom. Mert ahhoz, hogy meg tudjak én érteni valamit, azzal nekem foglalkoznom kell. Ha nem foglalkozok, minden olyan totál felszínes lesz az egész. Legyen az fogalom a szeretetről, legyen fogalmunk az emberségről, vagy bármi másról. És egészen addig, ameddig nem tapasztalom meg azt, hogy mit jelent szeretni és szeretve lenni, addig nem tudok tovább lépni.
nem tudom megközelíteni az embertársamat. És az, aki menekül, az, aki szenvedő, az, aki óhajt vagy kíván tőlem valamit, akár idegentől, vagy akár ismert személytől, azt én csak úgy tudom bizonyítani, ha szeretettel lehajolok és fel tudom emelni. Egyértelműen. Tehát nagyon fontos, hogy én megtapasztaltassam a szeretetet, ő megtapasztalja a szeretetet, és ebből a szeretetből létrejön valami közös, akár itt, a múlt, a jelen és az élő jövő. A szentmisét követően Buczko József, az egyházközség világi elnöke szólt a 108 évvel ezelőtti eseményekről. Amikor hallgatom a székelyek ősi énekét, az ősi imáját, akkor mindig elszorul a torkom. Egyrészt azért, mert nagyon mélyen érint, másrészt azért, mert felidéződik bennem, hogy 1916-ban ezen a helyen, ott, ahol most önök állnak, az a 3200 székely menekült nem csak ünnepnapon, hanem hétköznapokon is itt zengte ezt a gyönyörűséges éneket, annak reményében, hogy visszavezeti őket a Jóisten szülőhazájukba és abba a házba, amelyet el kellett hagyniuk a román katonai betörés miatt. Ám nem szabad felednünk, hogy 1916-ban, még ha akkor senki nem is gondolt erre, egy híd, egy láthatatlan híd épült a székelyek és a hajdúk között. A székelyek és hajdunánás között. Akkor ez a híd a fájdalom hídja volt. De végül is a befogadás, a befogadó szeretet által a szeretet hídjává nemesült. Nos, ezt a hidat 1918-at követően, de leginkább 1920 után azért módszeresen rombolgatták, míg nem 1949-et követően végleg le is rombolták, azaz elszakították azokat a szálakat, amelyek a székelyföldre visszatelepült székely testvéreink és a hajdunánásiak között szövődtek. Ám ezeket a szálakat a Jóisten akaratából 2011-ben elkezdtük ismét összekötözgetni. Bencser atyáék Varga Gabriellával azáltal, hogy Jakab Antal püspök úr életútját dolgozták föl, és hogy nem kiderülhetett itteni kutatások nyomán is, hogy ez az életút éppenséggel ide is kötődik ehhez a városhoz. Ma már szinte ritkaság számba megy, hogy még élő emlékezete legyen a több mint 100 évvel ezelőtti történéseknek, de azért még akad, aki leszármazóként őriz ilyen emlékeket. Azt gondolná az ember, hogy bár nem élhetnek olyanok, akiknek közvetlen emlékei vannak az 1916-18 közötti történetről, pedig vannak. Történt, hogy múlt hét csütörtökön egy nagyon idős asszony, egy nagyon idős házaspár járt hajdonánáson, kifejezetten azzal a céllal jöttek el, hogy szerdában hallottak már arról, hogy hajdonánáson azért van egy esemény sorozat, amelyik pont arról szól, amiről neki az édesapja nagyon sokat mesélt, hogy itt voltak emberek, volt egy település, volt két egyház, a református és a római katolikus, amelyik befogadta az ő elődeiket és az ő édesapját is. És tekintve, hogy az édesapja nagyon sok szép emléket őrzött nagyfiú korából, erről az időszakról, ami a szüleinek fájdalom volt, neki azért szeretett élmény, ezért ő megfogadta, hogy el fog ide jönni, nem hal meg addig, amíg nem látja ezt a helyet, nem fogja meg azt a kilincset, ahova ő templomba járt, és nem imádkozik az oltár előtt, ahol az édesapja is. Hát teljesítette, és teljesen megifjodva, új életet kezdve indult vissza Székelyföldre. A 14. székely menekültek emléknapja zárásaként a kegyelet virágait helyezték el a befogadó szeretet emlékművének talapzatán, amely mellett az egykora Hargitáról idekerült kis fenyőfácska mára már derék fává nőtt, gyökerei otthonra találtak a hajdúsági Feketeföldben is.